Várok Libászki Sándor, sikerült a telefonját földhöz vágni. Na mindegy. Jó, itt vagyunk a cicára, mert mindig bohóckodok. Ez van. Na, mindegy. Itt vagyok a babánál, megkapta a szurit délelőtt. Nem futunk vele most. Mert szépen locsoljuk, holnap is háromszor meg lesz locsolva, ki van adva. Kijött pénteken a színessége, már meló után. Mostuk lábát, ennyi. Nagyobb bajunk ne legyen soha az életben. Az inna száraz olyan, mint a beton neki. És meg kell, hogy mondjam, azért láttam egy-két lovat menni, van egy kis képesség is benne, úgyhogy remélhetőleg majd meg fogja ezt hálálni. Hát egy gyönyörű néznek. Olyanok az inakasinak az ügyek. Ott az a kis pukli. Azt sem mondom, hogy nagy, de érzi. Kész, ennyi. Jó, hűtve lesz neki, ezt szókolom. Jó van kicsikém? Hát nem vagy olyan kicsikém azért. Mi van? A gyárbúgy, buzó, te vagy. Te vagy. Kineveld a fogam az ágaszkodóba. Lenne, ilyen milyen közel. 15 percet locsolom neki, azt csókolom. Hónap reggel kezdődik, ugyanígy majd. Ennék már a füvet, de hát még azért annyi nincs. Hát már itt a jobb idő, ám bár hónapra szar időt mond, hát. Mindegy, tavasz megállíthatatlanul jön. Jó van, baba. Na, hogy el van itt locsolás közben. Nem arra. Babika, inkább ide kéne jönnöd, bocsánat. Zordi, gyere apához, tudom. Csak pont szembe kéne, hogy állja. Köszönöm szépen. Ne haragudj, tudom miért. Mert ezt a részt kell locsolni, tudod? Ezt kell itt jó lehíteni neki, jó hideg legyen. Gyógyszerrel ebben együtt meg a locsolással. Sics, úgy, szerintem pipók meg lesz. Jó, kihűtjük neki. Csókolom. Jó van, baba, itt maradj apával, ne menj el. Ne menj el, apuci. Nem bírlak, hogy locsolni, drágám, gyere itt, nézd meg. Lehet, hogy van itt füvecske. Ide, oda menj föl, oda. Ha ne fölteljessen. Nem arra gondoltam. Nagyon szépen hagyja már itt a dolgokat. Papa, itt próbáld meg, nézd oda, azaz. Úgy, mint egy ilyen vájú játszol lenne előtted, azaz. Okos vagy. Mi van, tartali barátunk? Hónap is megy kalikba reggel, locsolás előtte. Reggel bevállalja Petike. Locsi-mocsit. Ez meg majd még a másik oldalt. Na, lakom.